Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen egy villámhír október 15-ére. Mars bolygó szimbolizálja az élet erőnket és szimbolizálja a férfiakat. Vénusz bolygó jelenti a szerelmet és szimbolizál bennünk hölgyeket. Mars bolygó és Vénusz bolygó között jó a kapcsolat. Viszont a hold áttért az ikrek jegyébe, a levegő elemébe, ami jó hatással van a férfiakra, tehát ők érzik a könnyűséget, lesz mozgás náluk, beszélgetni akarnak érzelmekről is, de a hold mozgása nincs jó hatással most ránk hölgyekre, ami azt jelenti, hallgassunk oda, amit ő közöl, vagy mások közölnek velünk, de mi hölgyek most ne beszéljünk érzelmekről. Mars bolygó mögött Uránusz bolygó és Ráhu, a felfele mozgó kármikus csomó van, mindkettő utal változásokra. Mars bolygó előtt ott van a hold, ami jelenti az ő érzelmeiket is, de a hold jelenthet kisebb változásokat is. Itt megvan a külső hatás, ami változásokra utal, különösen ami a férfiakat illeti. Itt a képen szimbolikusan jelenti ezt a mozgást, ez a vitorlás hajó. De mivel itt még nincs irány, ami őket illet, nagyon bizonytalanok. Itt a képen jobb oldalon ez a világító torony bennünket, nőket szimbolizál. Mi megvilágítunk itt valamit, hogy legyen irány, hogy meglegyen a biztonság érzete, és a férfiaknak szükségük van ránk. Mert mi hölgyek gondoskodunk arról, hogy legyen egy kiút, legyen egy megoldás, mi odafigyelünk az eseményekre, meghallgatjuk azt, hogy mi foglalkoztatja őket, vagy odafigyelünk az érzelmeikre, és a háttérben mi biztosítjuk a biztos talajt. Szaturnusz bolygó segít ebben, hiszen Szaturnusz bolygó az indiai asztrológia szerint szintén a Föld elemében van, és nyújtja a biztonság érzetét, kihat ránk hölgyekre, persze a férfiakra is, de a férfiaknál van más hatás is, és úgy érzik, hogy változások lesznek, de nem tudják, hogy milyen irányba. És ebben fogunk mi, hölgyek, segíteni. A napokban kinyílik a portál kapu, ami összefüggésben áll a plejádokkal. A plejádoknál a központi nap Alkioné. A mitológiában ez egy bölcs, idősebb hölgy, aki segít nekünk. Én ezt a hölgyet mindig összehasonlítom a mesebeli Holle anyó történetével, hiszen segít nekünk, különösen, ha változásokról van szó, vagy egy új kezdetről, egy új irányról, és azt is jelenti, hogy mi a hozzáállásunk, bízunk ebben, akkor mi vagyunk az aranymari. Ha feladjuk ezeket a dolgokat, akkor mi vagyunk a szutykos mari. És így ezeknél a napoknál, amikor kinyílik egy égi kapu a plejádok felé, érezzük ezt a spirituális területet, vagy ezt a finom energia mezőt. Ez az időszak, amikor így kinyílnak az égi kapuk a plejádok felé, eltart most október 20-áig.
Ez a számítás tulajdonképpen a maja naptárból van. Ebben a maja naptárban van összesen 20 rezgés vagy hullám. Egy hullám mindig 13 napig tart. De minden napon van más befolyás, más energiai befolyás. Mindez megtalálható nálam a Facebook oldalamon, ahol naponta leírom, hogy melyik hullámba vagyunk, hogy hat ki ránk, mi a napi energia. A mai napon, tehát október 15-én indul egy új hullám. Ez a hullám 13 napig fog tartani, ez a 9-es hullám vagy rezgés, és az első napon Csikcsán uralkodik, és uralkodik 13 napig e felett, a 9-es hullám felett. Persze naponta változik az energia, jön hozzá más befolyás is. Csikcsán lefordítva egy kígyót jelent, ami utal a változásokra, a megújulásokra, vagy a gyógyító erőre, és amit ez a kígyó energia még jelenthet, a testi kapcsolat, tehát a szexuális témák. És most mutatok egy másik képet. Ayurveda az lefordítva az élet bölcsességét jelenti, vagy az élet művészetet. Az Ayurveda szerint van három dósa, ezek ilyen energiai befolyások, vata, pita, kafa dósa. És ez összefüggésben áll az elemekkel. A föld eleme, a levegő eleme, a tűz eleme, és a víz eleme, ehhez jön az éter, ami teret jelent, a kapcsolatot az égi hatalommal. Olyan hasonló, mint amikor a portál kapuk kinyitnak. A mai napon, a napi horoszkópban az indiai számítás szerint a nap Vénusz bolygó, Mars bolygó, Merkur és Szaturnusz bolygó a Föld elemében van, ami a kafa energiához tartozik. Jupiter bolygó a víz elemében van, ez szintén vagy a kafa energiához tartozik, vagy a pita energiához. De kihat a kafa energia mezőre is. És a hold a levegő elemében, az a vata dósában van. Ami itt most dominál a mai napon, az a kafa dósa, vagy kafa energiamező, és ez jelenti a biztonság érzetét, amire most szükségünk van. Lehet a nyugalom, a belső egyensúly, lehet, hogy most stabilizálódik valami, az anyagiak terén, vagy a munkát illetően, vagy kialakul egy tartós párkapcsolat. Ez jelentheti azt is, hogy jót tesz, ha visszahúzódunk, ha meditálunk valami felett, mert meg lesz akkor így ez a belső egyensúly, meg lesz ez a nyugalom. De ha nálad az elmúlt időben nem mentek előre az események, nem történt semmi, nem kaptál hírt, vagy ő visszahúzódik, és szeretnéd azt, ha lenne mozgás, és olyan nyugodt a helyzet, nem történik semmi különösebb az életedben, akkor jót tesz, ha kiegyensúlyozod ezt a kafa energiát, ha kilépsz ebből, és éled a vata energiát. És a vata energia jelenti a mozgást. Oda tartozik a levegő eleme és a tér. Akkor jót tesz neked,
ebben a helyzetben, ha kimozdulsz, ha keresed a kapcsolatokat, beszélgetsz másokkal, vagy sétálsz egy kicsit, vagy a sport, az is segíthet tulajdonképpen, mert az is jelenti a mozgást. És akkor ki tudod így egyensúlyozni, akkor jobban megtalálod a belső egyensúlyodat. Sőt, azt is jelentheti, hogy a napokban akkor tényleg lesz mozgás, és vagy ő közeledik hozzád, vagy megkapod azt a hírt, amire vársz, vagy egy szerződést. Ami még segít kiegyensúlyozni az energia mezőt, az a pitadósa. Itt most hiányzik a tűz eleme, hiszen a mai napon a bolygók állása szerint nem hat ki ránk a tűz eleme. Ebben segíthet ez a csikcsán energia, hiszen a csikcsán, ez a kígyó a maja naptár szerint jelenti a megújulásokat, vagy egy testi kapcsolatot és a változásokat, van egy gyógyító ereje, és ami a tűz elemét jelenti konkrétan, tégy valamit, ami lelkesít most téged. Az is jelenthet változásokat. Az is utalhat arra, hogy akkor előre mennek az események. De ha úgy érzed, hogy jelenleg nyugalomra van szükséged, akkor ez a kafa dósa, ami a mai napon és a következő napokban is dominál, segít neked ebben. Akkor megtalálod a nyugalmadat, kipihenheted magadat. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!